Óriás kerék, elvarázsolt kastély, hullámvasút. A Vidám Parkban szombaton rendezett kultúrtörténeti sétán a látogatók számos érdekességet megtudhattak az ikonikus civisvárosi játékokról. A rendhagyó szakvezetést a Nagyerdei Kultúrpark nyugalmazott és jelenlegi műszaki vezetője tartotta. Kezdjük meg a sétánkat a vasúttal, jól mondom? A Vidám Park ipartörténeti emlékeivel ismerkedhettek meg a szombat délutáni sétán azok, akik ellátogattak az ország egyetlen klasszikus Vidám Parkjába. Az Ódebrecen a hagyományokhoz híven ebben az évben is csatlakozott az Európa Kulturális Örökség napjai kezdeményezéshez. Ennek keretében mutatta meg nem mindennapi arcát a Vidám Park. Én néztem ki az interneten, hogy lesz a Nemzeti Kulturális Örökség napja, vagy valami hasonló alkalmából. Debrecenben is rendezvény, úgyhogy kíváncsi voltam. Épületet is elmentünk megnézni, meg most itt a Vidám Parkban is van szerencsénk részt venni egy ilyen túrán. Kisvasút, lovasforgó, oktopusz. Az egy órás sétán izgalmas anekdotákon keresztül pillanthattak bele az érdeklődők az intézmény 6,5 évtizedes múltjába. Az alapvetően a gépek történetéről, történelméről, koráról, illetve az arról, hogy hogyan érték el jelenlegi állapotukat, hány felújításon, illetve esetlegesen milyen dizájnváltáson, és úgy ugye, hogy az idő történetben hogy néz ki, és hogyan épült fel. Ezekbe enged belátást a kedves vendégeknek. Az alkatrészpultása ez külön technika, mert ugye Oroszországból nem lehet beszerezni, nem is gyártják már. Az Európai Kulturális Örökség napjainak célja, hogy elősegítse építészeti, régészeti és természeti örökségünk bemutatását. Dóka István egészen az 50-es évekig kalauzolta vissza a látogatókat az időben. A leselejtezett gépeket kaptak ajándékba még abban az időben a Kultúrpark, és azokat az itteni csapat ügyesen fel tudta javítani, és még most is működnek, hála a karbantartásnak. Ezek a gépek minden évben le kell legyenek vizsgáztatva, tehát érvényes műszakival kell rendelkezzenek, és ezt fogjuk bemutatni. A szemfüles látogatók fényfűzérrel díszített fákat és Pinokkió tematikájú dekorációkat is észrevehettek, ugyanis a park már megkezdte előkészületeit az októbertől márciusig tartó Garden of Lights mese tematikájú programjára.